bár lenne a hangom tiszta és éles, mint intő csengőké. A tiétek zavaros, mint mocsarak habja. Ti leborultatok az ércbálvány előtt. Döntsön az erőszak! A trianoni békeszerződés magyar forrásokban gyakran békadekrétum, illetve kényszerszerződés, az első világháborút lezáró Párizs környéki békeszerződések rendszerének részeként a háborúban vesztes Magyarország, mint az osztrák-magyar monarchia egyik utódállama, és a háborúban győztes Antant-szövetség hatalmai között létrejött békeszerződés. Ez többek között az osztrák-magyar monarchia felvonulása miatt meghatározta Magyarország új határait. Az első világháborút lezáró békerendszer alapján az őshonos magyar népesség 5, mai állapota szerint 8 államban találta magát, és vele együtt történelmi és kulturális emlékhelyeinek nagy része is. A trianoni döntés 23,4 millió lakost érintett. 300 ezer került Ausztriához, 3,5 millió Csehszlovákiához, 5,3 millió Romániához, 4,1 millió Jugoszláviához. Magyarországon az összmagyarság addig kétharmada, 7,6 millió fő maradt. Románia 102 ezer, a szerb-horvát-szlovén királyság 21 ezer, Horvátországgal együtt 62 ezer, Csehszlovákia 61 ezer, Ausztria pedig 3900 négyzetkilométerrel gyarapodott. A Magyarországgyűlés 2010. június 4-ét a Nemzeti Összetartozás napjában nyilvánította. Bátaszéken a triatoni emlékmű mellett gyűltek össze az ünneplők. Az ünnepi beszédben a történelmi visszatekintés mellett arról esett szó, hogy tanulni kell a múlt hibáiból, és ennek tapasztalatait fel kell tudni használni a jelenben. Bozsolik Robert polgármester azt mondta, minden magyar ember gondolatában Trianon traumaként él. Minden magyar ember szívében és gondolatvilágában Trianon kapcsán a trauma szó jut eszébe, hiszen 99 évvel ezelőtt ez a béke szerződés, béke diktátum merőben átrajzolta Magyarország térképét, és teljesen új utakra irányította a magyar történelmet. Én úgy gondolom, hogy a ma emberének is mindenképpen ismernie kell a Trianont kiváltó körülményeket és magát a trianoni szerződést. Hogy lehet-e befolyásolni Trianon döntését 99 év után, erre én nem tudom a választ. Egy biztos, hogy minden magyar embernek az emlékezetébe kell vésni ezt a dátumot. Elfelejteni nem lehet, talán megbocsátani sem, de tanulni mindenképpen lehet belőle.